Drága testvérek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Legyünk együtt hálaadással Isten színe előtt ezen az estén, és készüljünk a 250. énekünkkel erre az alkalomra. A 250. énekünket énekeljük. Az első szakaszát helyénkről felállva, majd elfoglaljuk helyeinket, és folytatjuk a második, harmadik és negyedik szakasszal. Így kezdődik ez az ének. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Hajtsuk meg a fejünket, és
Imádkozzunk, testvérek! A mi segítségünk és együttlétünk megáldása jöjjön az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Ámen. Maradjunk imacsöndben, testvérek! Engedjük meg Istennek, hogy szóljon hozzánk, és nyissuk meg előtte a mi szívünket. Imádkozzunk! Magasztalunk és áldunk téged, Úrunk Istenünk, azért, hogy ma este is együtt lehetünk, szép testvéri közösségben, tapasztalva a te lelked erejét és a közösségnek minden áldását. Köszönjük neked, hogy egy új életre hívtál el mindannyiunkat, és köszönjük, hogy azért küldted el az Úr Jézus Krisztust erre a földre, hogy aki hisz benne, az nem ne vesszen el, hanem annak örök élete legyen. Köszönjük azt a csodálatos, tökéletes, megváltó munkát, amit Jézus Krisztus elvégzett a mi életünkért. És köszönjük neked azt a határozott szeretetet is, amit tanúsítasz irántunk, hogy ma este is ezzel a határozott szeretettel akarsz belenyúlni az életünkbe. Köszönjük, hogy az eddigi estéken is ezt a határozottságot tapasztalhattuk részedről. Nagyon köszönjük, hogy az elmúlt héten is ezzel szembesülhettünk. Köszönjük a te kemény, szókimondó szeretetedet. Köszönjük, hogy ez mind azért van, mert nagyon sokszor megbújunk a mentségeink mögött, mert nagyon sokszor meg tudjuk magyarázni, hogy mit miért nem teszünk meg. Nagyon sokszor hárítjuk magunkról a felelősséget. Urunk, köszönjük, hogy te nagyon egyenesen meg akarod mondani nekünk az igazságot, és nem akarsz bennünket áltatásban látni, önáltatásban, és nem akarod azt, hogy becsapjon bennünket a sátán, vagy becsapjuk mi önmagunkat, hanem el akarod mondani azt, hogy mi az igazság, és ez az igazság az, ami szabaddá tud bennünket tenni. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy megvizsgálhatjuk önmagunkat előtted. Köszönjük, hogy megvallhatjuk bűneinket, hogy rádöbbenhetünk ebben a közösségben, a te igét hallatán, mindarra, ami eltávolít bennünket tőled, és köszönjük, hogy lehetőségünk van a megtérésre, a megújulásra, az újrakezdésre. Köszönjük, hogy te látod az állapotunkat, és te akarsz tovább vinni bennünket a tanítványságnak az útján. És hadd kérjünk téged arra, drága Úrunk, hogy segíts nekünk, hogy ne maradjunk félkész állapotban, hanem valóban legyünk a te igazi tanítványaid, és megértsük azt, hogy mit jelent valóban a te tanítványodnak lenni és téged követni. Köszönjük, hogy igédet megosztod velünk, könyörülj rajtunk, hogy mind az ige magyarázó, mind az ige hallgató azt tegye, amit te a te lelkeddel munkálsz benne. Áldott légy, Urunk, hogy meghallgatsz. Ámen. Rá a testvérek, folytatjuk a János evangéliumának 8. fejezetéből az ige olvasást. A mai estén a 37. verstől a 47. versig terjedő ige szakaszt fogom olvasni. Tehát János evangéliumának 8. fejezetéből a 37. verstől a
47. versig terjedő ige szakasz által szól hozzánk az Isten, ezt hallgassátok figyelemmel és nagy alázattal. Jézus így szólt, tudom, hogy Ábrahám utódai vagytok, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ezt mondták neki, a mi atyánk Ábrahám. Jézus így szólt hozzájuk, ha Ábrahám gyermekei volnátok, Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni. Olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna. Ti ugyanazt cselekszitek, mint atyátok. Ezt mondták neki akkor, mi nem paráznaságból születtünk, egy atyánk van az Isten. Jézus így szólt hozzájuk, ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Embergyilkos volt ő kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem? Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédeit. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. Kemény dolgokat hallanak ezek a zsidók. Mondhatni, hogy kiprovokálják Jézusból mindazt, ami aztán elhangzik. És nem is csodálkozom, hogy emberileg nem csodálkozom, hogy amikor az Istent nem ismerő ember, a meg nem térő és a megtérni nem akaró ember ilyen erőteljesen találkozik az igazsággal, akkor ezt nem nagyon tudja megemészteni. Tehát ne csodálkozzunk ezen. Ne csodálkozzunk azon, hogy a természeti ember nem tudja felfogni az Isten titkait, az Isten dolgait. Ne csodálkozzunk azon, hogy ennek a következménye az lesz, hogyha tovább olvassuk, ugye már nem, nincs több időnk ezen a héten ezzel tovább foglalkozni, de ha tovább olvassuk ezt az ige szakaszt, akkor azt látjuk, hogy ennek az lesz a következménye, hogy ezek a zsidók, akiknek Jézus elmondja az igazságot, ezek a zsidók végül meg akarják ölni Jézust. Tehát végül is két esélyed van, vagy az igazság, vagy szabaddá tesz benne téged. Jézus Krisztus által hallott igazság, az szabaddá tesz téged. De ez azt jelenti, ennek az az ára, hogy lefegyverez, hogy muszáj megadnod magad, muszáj kapitulálnod az Isten előtt, vagy felveszed a kesztyűt, és akkor azt mondod, hogy ezen túl mi ellenségek vagyunk, ezen túl én meg akarlak ölni téged. Ezen túl nincs közöm az Istenhez, és mindenféle képpen, mindenféle úton, módon megpróbálom az Istent kitaszítani az életemből. Végülis ez a két esélyünk van, ez a két lehetőségünk van. Vagy ugye befogadjuk az igét, és az átalakítja az életünket, vagy elutasítjuk az igét, és akkor az tönkreteszi az életünket. Mert hogy nem mi fogjuk tönkretenni az igét, nem, ezek a farizeusok nem tudták megkövezni Jézust, és aztán hiába történik meg az, hogy keresztre feszítik, tudjuk, hogy Jézus végül is győzött a halál fölött, és jaj azoknak, akik az utolsó ítéletkor valóban úgy kell megálljanak ő előtte, hogy az Isten ellenségei voltak. Ugye alapvetően azzal a kérdéssel foglalkozunk, az első este arról beszélgettünk, hogy mi áll az üdvösségünknek az útjában, mi az, ami megakadályoz bennünket abban, hogy valóban üdvösségre jussunk, és hallottuk, hogy a nagy akadályok között ott van a mi önigazultságunk, aztán mi volt a második dolog? Ezt én is mindig elfelejtem, amit mondtam. Hogy? Micsoda?
A földhöz ragadottságunk, igen. Ott van a földhöz ragadottságunk, azután szimplán ott van a hitetlenségünk, ott van a hitetlenségünk, ami megakadályoz bennünket az üdvösségre jutásban, és végül ott van, ezt is elfelejtettem, a közömbösségünk, így van. Ott van a közömbösségünk. Ugye, nem árt, hogyha én is átismétlem ezeket a gondolatokat, mert nagyon benne vagyok a mai estének a gondolataiban. Tehát az önigazultságunk ott van, ott van a földhöz ragadottságunk, ott van a hitetlenségünk, és ott van a közömbösségünk, hogy egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk mindazt, amit Isten szeretne velünk megcselekedni, szeretne velünk megtenni. És ugye tegnap este arról beszélgettünk, azzal foglalkoztunk azzal a kérdéssel, ugye, hogy mindannyian vágyunk a szabadságra. Mindannyian vágyunk arra is, hogy megválaszolják nekünk azt a kérdést, hogy mi az igazság az életünkről. Hogy miért élünk ezen a földön, mifelé halad az életünk ezen a földön. Tehát mindannyian ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk, és szeretnénk választ kapni ezekkel a kérdésekre, és szeretnénk szabadok lenni, szeretnénk szabad életet élni. Mindazonáltal végül is úgy juthatunk el csak az igazságra, és úgy juthatunk el csak a szabadságra, hogyha egy kicsit átértékelődünk bennünk azt, hogy mit is jelent Jézus Krisztusban hinni. És erről beszélgettünk, hogy mit jelent igazán tanítványának lenni az Úr Jézus Krisztusnak. És erre nézve mondotta azt a tegnap az igében Jézus, hogy bizony mondom néktek azt, hogy ha ti megtartjátok az én igéimet, akkor vagytok az én tanítványaim is. Ha megtartjátok az igéimet, akkor fogjátok megismerni az igazságot, és akkor ez az igazság szabadokká fog benneteket tenni. Ha megtartjátok az én igéimet, vagyis mit jelent? Igazán tanítványának lenni az Úr Jézus Krisztusnak. Azt jelenti, hogy nem csak hiszem, hogy ő létezik. Nem csak hiszem azt, hogy ő Istennek a fia, hanem rábízom az életemet, és odafigyelek arra, amit ő mond. Megtartom az ő igéit, és növekszem az ő ismeretében, növekszem a Szentírásnak az ismeretében, mindazt, amit őről tudni lehet a Szentírásban, és igyekszem elsajátítani, igyekszem tanulni tőle. Hallottuk a tegnap este, azt is mondtam, hogy a tanítvány mit jelent tanítványnak lenni? Tanítványnak lenni azt jelenti, hogy tanulónak lenni, hogy tanulom az Isten igéjét, hogy tanulom a kijelentést, hogy nem csupán azt mondom, hogy oké, hiszek, de semmit nem teszek azért, hogy ez a hit engem előre mozdítson az igazság felé, és hogy aztán ez az igazság szabaddá tegyen engemet. És ugye itt látjuk ma este ezt a nagyon megáltalkodott társaságot, a farizeusoknak nagyon megáltalkodott társaságát, és szinte lerij ebből a jelenetből az, hogy ennyi gyomrozás után, és ennyi nagyon érthető és világos beszéd után még mindig nem fogják fel a lényeget, még mindig nem értik meg a lényeget. Itt valami nagyon-nagyon nagy problémák vannak. És ami nagyon érdekes, hogyha végigolvassuk ezt az egész részt, a 8. fejezetet, és aztán a bezáró gondolatokat is, aminek a végén aztán abban kulminál, abban csúcsosodik ez a történet, hogy a farizeusok valóban meg akarják ölni Jézust, akkor azt látjuk, hogy itt egy fokozódó feszültség van, amiben a farizeusok egyre erőteljesebben ellenkeznek Jézussal, és aztán ennek hatására Jézus egyre határozottabban és egyre erőteljesebben ítéli meg az ő életüket. Tehát minél erősebb a Jézussal szembeni ellenállás, azt látjuk, annál erősebben fogalmaz Jézus. Vagyis Jézusról azt látjuk, hogy nem hátrál meg, nem alkuszik meg, nem köt kompromisszumot, ugye, és nem arról van itt szó, hogy Jézus is elveszítette a türelmét egy idő után ezekkel a fafejű vitázókkal, nem arról van szó, hogy Jézus elveszítette a türelmét, mert nem kezd el üvöltözni meg ordibálni velük, hanem egyre élesebben, egyre határozottabban elmondja az igazságot. Tehát minél egyenesebb az ellenállás az embernek a szívében,
annál egyenesebb az ítélő szó is. Minél keményebb a szíved, annál keményebben ítél meg téged Istennek az igéje. Minél keményebb a szívem, annál keményebben szól hozzád az Istennek az igéje. És ez nem más, mint a szeretet, miben? Szeretet akcióban. Amikor Isten szeretete elkezd nagyon határozottan munkálkodni. És ismét csak azt kell lássuk ebben, hogy az Isten szeretete az nem egy ilyen lagymatag, elnéző, befedező szeretet, hanem az Isten szeretete az nagyon személyre szabott, és ahol megbánást lát, ahol megbánást érzékel, ahol az emberi szív, ahol az emberi élet megnyílik, ott az Isten szeretete is befedezően, szelíden szól ahhoz az emberhez, ahol viszont az Isten lelkével szembeni ellenállást tapasztalja, ott az Isten is nagyon, de nagyon határozottan fedi fel az igazságot. Ilyenképpen a mi dolgunk sem az keresztényekként, hogy ahol nagyon határozottan el kell mondani az igazságot, és ne felejtsük el, mindig az a cél, hogy embereket mentsünk meg az ítélettől, mentsünk meg az önátatástól, mentsünk meg és romboljuk le a hamis biztonságtudatukat. Tehát amikor az a cél, hogy embereket mentsünk meg, akkor ott nem feltétlenül kell kíméletesen bánni az emberrel. Arról hallottam, hogy amikor egy embert újra kell éleszteni, mert megáll a szíve, akkor ugye mesterségesen kell őt lélegeztetni, és az első dolog, hogy a mellkasát kell pumpálni, és ez nem úgy működik, hogy szépen finoman elkezdjük masszírozni az embernek a mellkasát, hanem arról van szó, hogy az, aki az újraéleszt, a teljes súlyával rá nehezedik az ember, a halálban lévő embernek a mellkasára, úgymond összetöri a mellkasi bordákat, hogy a szívhez hozzáférjen, és hogy nyomást tudjon arra a szívre gyakorolni, azért, hogy az a szív elindulhasson. Tehát nem csak finoman masszírozgatjuk ott a felületet, hanem erőteljesen. Lehet, hogy eltörik a bordája. Lehet, hogy utána majd ápolni kell bordatöréssel, de mi a cél? A cél az, hogy megmentsd az életét. A cél az, hogy újraindítsd a szívét. A cél az, hogy beindítsd az életet. És itt ezt látjuk Jézus Krisztusban, hogy itt ezzel próbálkozik a mi drága megváltónk, hogy ezt a lelki újraélesztést kezdje el gyakorolni ezeken a farizeusokon, és azt mondja, hogy nem értitek fők, és elkezdik ott magyarázni, hogy hát a mi atyánk Ábrahám, mindjárt elkezdünk erről beszélgetni, a mi atyánk Ábrahám, mi Ábrahám magva vagyunk, nem paráznaságnak a fiai vagyunk, és akkor Jézus azt mondja végén, tudjátok ki a ti atyátok? Tudjátok, hogy ki a ti atyátok? A ti atyátok az ördög. Ti a sátárnak a gyermekei vagytok. Hát ne, hát fejezzétek már, mert ne átassátok magatokat azzal, hogy mi rendben vagyunk, hogy minden okés az életünkkel. Hát nem látjátok, nem érzékelitek? Hát nem érzékelitek, mert halottak vagytok. Na most akkor, hogy olyan sokkoló igazságot mondok el nektek, ami újraélesztheti a lelketeket, az életeteket. És nagyon fontos ezt tudnunk, nagyon fontos ezt látnunk, én csak azért imádkozom, hogy valóban egyrészt nekünk is, akik a lélekmentésnek a szolgálatát végezzük valahol, Jézus Krisztus követeiként vagyunk jelen a világban, legyen megfelelő bölcsességünk ahhoz, hogy mindenkit úgy tudjunk kezelni, mindenkihez úgy tudjunk szólni, ahhoz az emberhez szólni kell. Hogy nehogy félre kezeljük az embereket, nehogy hamis biztonságtudatban ringassuk az embereket. És nagyon sokan nem szeretik a kemény prédikációkat az Isten tiszteleteken, a gyülekezetekben. Nem szeretik, hát nem azért jöjjünk a templomba, hogy megnyugodjunk. Nem feltétlenül. A templomba azért jövünk, hogy megváltozzunk. A templomba azért jövünk, hogy megújuljunk. És ha megújult az életünk, és kísértések alatt vagyunk, akkor azért is jövünk, hogy megnyugodjunk, és Isten békessége betöltse a szívünket. De nem egy hamis békesség kell, hogy betöltse a szívünket, úgy, hogy ezeknek a zsidóknak az életében biztos, hogy nagyon sok hamis proféta volt, aki mondta, hát nyugodjatok meg, fiúk, jól van ez így, és mi azt az egyházat szeretjük, és azokat a lelkészeket szeretjük, akik megnyugtatnak bennünket, akik azt mondják, hogy nincs semmi baj, oké, ti valóban Isten gyermekei vagytok, mindannyian Isten gyermekei vagytok, nyugodjatok meg, mind megyünk a mennyországba, ezt akarjátok hallani.
És Jézus nem játszotta ki ezt a kártyát, ugye? Mert hogy ha ezt kijátszotta volna, akkor nem kellett volna meghajni a Golgotai kereszten. Akkor végig népszerű lett volna. Ha mindenkinek ugye a szája íze szerint hirdette volna az evangéliumot. Ha mindenkinek úgy hirdette volna az evangéliumot. De nem, ő nem a szája íze, az ember szája íze szerint hirdette az evangéliumot, hanem a léleknek a szüksége szerint, az emberi állapot szerint hirdeti az evangéliumot. És hogyha arra van szükséged, hogy összetörjön téged az Isten ítélet, akkor neked az ítéletet kell hallanod az igéből. És nagyon szeretném, hogyha felrázna benneteket, felrázná azokat, akik hamis biztonságtudatban élnek, felrázná az Isten igéje, akár ma este is, és felébreszteni őket ebből a mély álomból, amiben vannak, hogy jól van ez így, ahogy van. És olyan nyugodtan szoktam beülni a templomba. Lehet, hogy egy egész napot át pogánykodtam. Lehet, hogy az egész életem feje tetején áll, és abszolút nem is ismerem az Istent, nem is foglalkozom vele, nem foglalkozom az igéjével, nem halad előre az életem az igében, nem is érdekel, hogy mit mond az Isten, de eljövök a templomba, és annyira megnyugszom. És azt mondja, hogy annyira rendben van az én életem. És ugyanezt tették ezek a zsidók is. Meg sem fordult a fejükben ezeknek a farizeusoknak, akik Jézussal beszélnek, hogy ők bűnösök. Mert megtanultak hárítani. Megtanulták lerázni magukról a felelősséget, lerázni magukról a bűntudatot, meg tudták magyarázni a bizonyítványokat, és ebben az ember nagyon nagyot fejlődött, Ádám óta. Pedig Ádám is azért elég profi volt ebben, nem? A bűnösök is erről szól. Hogy jön az Isten, megszólítja azt, hogy Ádámnak, hogy mit tettél, és mintha Ádám nem hallaná a kérdést, hogy mit tettél, azonnal mit csinál? Azt mondja, hogy az asszony volt az. Oda mutat rá, másikra, elkezdi hárítani a felelősséget. Ez az asszony is jól tanul, Éva is jól tanul, ő meg oda mutat a kígyóra, és azt mondja, hogy hát ő volt az. Holott az eredeti kérdés az, hogy mi van veled? Hogy te mit tettél? Nem mit tett veled a férjed, nem mit tett veled a közösséged, nem mit tett veled az élet, hanem te mit tettél? Te ki vagy? Mivel mentegeted magadat? Mivel mented ki magadat? És mondom, hogy ezeknek a zsidóknak meg sem fordult a fejükben, hogy ők bűnösek. Ugye betakarták a bűneiket egy nagy lepedővel, vagy mondhatnám azt is, hogy másképp, hogy szépen kimosakodtak a bűneikből egy hatalmas nagy szappannal, amire ráírták azt, hogy ennek a szappannak az a neve, hogy Ábrahám, ugye? Ez a zsidó tusfürdő, az Ábrahám tusfürdő, ugye? És ezzel annyira szépen kimosták magukat, olyan szépen kimosták magukat, és akkor jön Jézus, és ennek a hamis biztonságérzetnek a habfürdőjéről szépen úgy lefújja a habot, és ott állnak pucéron ezek a zsidók, és hoppá! Kiderül, hogy mi azt hittük, hogy az, hogy mi Ábrahámnak az utódai vagyunk, az bennünket megment. És Jézus kíméletlenül kinyitja a szemüket, vagy megpróbálja kinyitni a szemüket, azért, mert szereti őket annyira, hogy meg akar őket menteni. Szeretné, ha meglátnák a megoldást. És én azt mondanám ma este, hogy Isten azért van itt, Isten azért szól ma az igéjével, hogy felébresszen bennünket, és tényleg cselekedje azt meg, hogy egy kis önvizsgálatot tartsunk, hogy mibe kapaszkodsz te valójában, ha itt állsz most Isten előtt. Holnap után meg fogunk állni az urasztal előtt. Mit fogsz mondani az Istennek? Minek alapján állhatsz majd meg, vagy állsz majd meg az urasztal előtt? Ha azt kérdezi majd az Isten, hogy mi van veled, hogy mertél idejönni, hogy mertél ideállni az urasztal elé, akkor mi lesz a te válaszod erre? Mivel igazolod önmagadat? Mivel igazolod önmagadat? És ebben az igében azt látjuk, hogy a zsidók három érveléssel jönnek, rukkolnak elő. Azt mondja Jézus, oké, akkor mi a tanítványságról beszélünk,
És elmondtam már nektek, hogy nem elég csak hinni az Istenben, meg kell tartani az ő igéit is, sőt, bennem is hinni kellene, mert csak az az igazi tanítvány. Nos, mivel igazoljátok ti magatokat? Mert látom, hogy bennem nem akartok hinni. Bennem nem akartok hinni. Akkor mondjátok meg, hogy mire alapozzátok ti a ti megigazulásotokat? Mivel védekeztek? És ha ma este megkérdezi tőled az Isten, hogy oké, mivel magyarázod a bizonyítványodat, akkor mit fogsz mondani? Tessék őszintén beszélni, hogy nem tudom, hogy kinek milyen kapcsolat van az Istennel, de hogyha esetleg nincs rendben az életed az Isten, akkor hogy milyen magyarázatot tudol hozni arra, hogy miért nem csinálod azt, amit ő kér tőled? Miért nem hiszel neki? Miért nem fogadod el Jézus Krisztus életed megváltójának és urának? És szabadítójának. És akkor miért jössz a templomba? Nem fogadod el az Úr Jézus Krisztus? Nem hiszel neki? Nem tartod meg az ő igéjét? Nem tartod meg a Szentírás rendelkezését? Akkor rendben, akkor hogy mersz idejönni? És mivel védekezel? Vagy hogy mered azt mondani mégis, hogy én akkor is nekem az életem rendben van? Minek alapján mondod ezt? Tehát Jézus Krisztus ezt kérdezi végeredményben a tanítványoknak, hogy mi alapján mertek ti akkor abban bízni, hogy minden rendben van? Minek alapján mertek bízni abban, hogy minden rendben van? És akkor itt van a zsidóknak a három érvelés. Az egyik érvelés az, a 33. versben ők azt mondják, hogy azért merünk mi idejönni és megállni, mert mi Ábrahámnak az utódai vagyunk. Azért jövünk ide, és azért beszélünk így veled, és azért merünk téged elutasítani, mert mi Ábrahámnak az utódai vagyunk. Aztán a második érvelés az, a 39. versben olvasjuk, hogy Ábrahám a mi atyánk. És végül a harmadik érvelésük az, hogy egy atyánk van nekünk, mégpedig az Isten. Egy atyánk van nekünk, mégpedig az Isten. Ez a három érvelés, és ezen a három érvelésen fussunk végig ezen az estén. Ugye azt mondják először is, hogy Ábrahámnak az utódai vagyunk. Tudom, mondja Jézus, hogy Ábrahám utódai vagytok, de hogy folytatja, de ti meg akartok ölni, mert az én igémnek nincs helye bennetek. Én azt mondom, amit az én atyámnál láttam, és ti is azt teszitek, amit a ti atyátoktól hallottatok. Ábrahám utódai vagyunk, mondják a zsidók. Erre Jézus mit mond? Azt mondja, hogy igen, Ábrahámnak az utódai vagytok test szerint, genetikailag, biológiailag. Ábrahámnak az utódai vagytok. Csak hogy az a probléma, hogy nem elég csak test szerint Ábrahámnak az utódának lenni, hanem ennél sokkal többre van szükség, és ti ezt a többletet nem tudjátok nyújtani, mert nem vagytok a lélek szerinti utódai Ábrahámnak. Mert ha azok volnátok, akkor ez meglátszana az életeteken. És hogyha ti Ábrahámnak valóban a lélek szerinti örökösei lennétek, nem csak biológiailag örökösei neki, és utódai neki, hanem ti valóban azt a lelkületet is hordoznátok, amit Ábrahám, akkor tudjátok, hogy hogyan viszonyulnátok hozzám? Hát akkor szeretettel viszonyulnátok hozzám. És tudjátok, hogy én mivel bizonyítom azt, hogy ti nem vagytok Ábrahámnak a valódi utódai? Az, ahogy nem szerettek engem. És azzal, hogy az ige nem marad meg bennetek. És azzal, hogy nem értitek azt a nyelvet, amit én beszélek. Hogy én beszélek nektek, és ti nem értitek azt, amit mondok nektek. Márpedig Ábrahám ezt mind teljesítette. Ábrahám szeretett engem, Ábrahámban az ige, Isten kijelentése munkálkodott, mert ő ráhelyezte az életét erre a kijelentésre, és Ábrahám értette mindazt, amit Isten mondott neki,
Mert Ábrahámnak egész élete engedelmesség volt. Ábrahámnak egész élete kimozdulás volt és előre haladás volt. Ábrahám az egész életét ráhelyezte Isten ígéreteire, és azt olvassuk róla a Galata levélben, hogy Ábrahám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el. Nem valamilyen biológiai tulajdonság, vagy fizikai tulajdonság alapján fogadta el Ábrahámot Isten, hanem miért? A hite alapján. Ábrahám hitt az Istennek, és őt azért igaznak fogadta el. Ezért mondja Pál a Galatáknak, akik ugye ezen voltak, ők is megütközve, hogy van akkor, mi hogyan lehetünk örökösök, azt mondja, hogy értsétek meg, hogy akik hitből valók, azok Ábrahámnak a fiai. És a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. És hogyha belenézünk a János 8. részének a végébe, ott az 56. versben azt olvassuk, azt mondja Jézus, hogy Ábrahám a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. Örült is. Vagyis Ábrahám örült nekem. Ábrahám újjongott az Isten jelenlétében. De ti gyűlöltök engem, ti meg akartok ölni engem, akkor hogy mondhatjátok azt, hogy rendben van az életetek? És nagyon sokan jönnek azzal a közösségünkben is, hogy hát én jó református vagyok, mert az én anyám, meg az én apám, és akkor elkezdjük magyarázni azt, hogy honnan származunk, és hogy milyen volt az apánk, és hogy mennyit járt templomba, és hogy milyen bibliás volt az anyánk, és az is lehet, hogy hívő ember volt, és minden rendben volt vele, és erre alapozzuk a mi megtartatásunkat. Ebben kapaszkodunk. És ez ad nekünk egy hamis biztonságérzetet, és azt mondja erre Jézus, hogy tudod mi ez? Ez semmi. Téged nem az apád fog üdvözíteni, téged nem az fog üdvözíteni, hogy te ennek a komoly hívő embernek vagy a gyermeke, hogy te református vagy, hogy téged megkereszteltek, hogy te megkonfirmáltál, nem ez fog téged üdvözíteni. Hanem vizsgáld meg önmagadat, és hadd kérdezze meg az Isten, hogy amikor az ő igéjét hallod, amikor az Úr Jézus Krisztusról hallasz, amikor bizonyságtételeket hallasz, amikor az Isten igéjével szembesülsz, akkor milyen érzés leszúr az életeden? Mert azt tapasztaltam én is, hogy aki nem hívő ember, az nagyon irritálja és dühíti az, amikor Istenről beszélnek. Nagyon dühíti az, amikor igét olvasnak, amikor imádkoznak, amikor szó esik az Istenről. Az nagyon... ki akasztja őket, ki borítja őket? Már pedig, ha benned gyűlölet van Jézus iránt, ha viszonyogsz attól, hogy igét kell olvasni, viszonyogsz attól, hogy valakivel leülj együtt imádkozni, viszonyogsz attól, hogy megfogad mindazt, amit Isten mond neked az ő igéjében, akkor valami baj van az életedben. És akkor nem lehet arra hivatkozni Isten előtt, hogy de hát én ennek a nagy református családnak a sarja vagyok, vagy ennek a szép gyülekezetnek a tagja vagyok kétszer, és járok a templomba. Nem lehet erre hivatkozni. Mert azt mondja nagyon döbbenetesen Jézus, hogy hát hogy lehettek ti Ábrahám magva és utóda, hogyha ti meg akartok ölni engem? Hát hogy lehettek akkor, ha ti engem meg akartok ölni? És hogyha az én igémnek nincsen helye bennetek, ezt mondja a 37. versben, hogy az igének nincsen helye bennetek, és ez azt jelenti, hogy az én igém nem halad előre a ti életetekben. Vagyis nem fejlődik az életetek. Nem fejlődik az Isten igéje nyomán az életetek, akkor hogy mondhatjátok, hogy ti Ábrahámnak az utódai vagytok? Hát nem látjátok, hogy Ábrahám a ti atyátok újjongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta és örült, hogy hitt az Istennek. És őt a hitéért fogadta el az Isten. Miért nem vagytok Ábrahám utódai? Azért, mert nem szerettek engem. Mert az ige nem halad előre az életetekben, és azért, mert nem értitek mindazt, amit én mondom nektek.
Ez az első ugye érvelésük a zsidóknak, hogy mi Ábrahám utódai vagyunk. Aztán a második érvelés micsoda? Azt mondják erre a zsidók ugye a 39. versben, na figyelj ide Jézus, kezdesz már idegesíteni bennünket, hát értsd már meg te is végre, hogy mit akarunk mondani. Azt akartuk neked elmondani, hogy Ábrahám a mi atyánk. Erre Jézus így válaszol, ha Ábrahám gyermekei volnátok, akkor Ábrahám cselekedeteit tennétek. De ti meg akartok engem ölni, olyan valakit, aki azt az igazságot hirdettem nektek, amelyet az Istentől hallottam. Ábrahám ezt nem tette volna, ti pedig ugyanazt cselekszitek, mint a ti atyáitok. Vagyis azt mondja Jézus, hogy ha a ti atyátok lenne Ábrahám, akkor tudjátok, hogy ez mit jelentene? Azt jelenti, hogy azt tennétek, amit Ábrahám. És mit tett Ábrahám? Mit tett Ábrahám? Azt mondja, hogy hit. De mit jelent? Miben hitt Ábrahám? A farizeusok miben hittek? Miben hittek a farizeusok? Törvényben is. Oké, törvényben. Ez rendben van, a törvényben hittek, de ez, miért hittek a törvényben? Miért hittek a törvényben? Azért, mert a törvény segített nekik abban, hogy jobbak legyenek. Igaz? Tehát végül hova jutunk vissza? Oda jutunk, hogy ők önmagukban hittek. A saját cselekedeteikben hittek. A törvény cselekedeteiben hívő ember az önmagában hisz. Mert akkor azt jelenti, hogy Isten azt mondja, hogy tedd meg ezt, csináld meg ezt, és akkor ha én azt megcsinálom, akkor rendben van minden. Csak senki ne szóljon bele az életembe. Én azt csinálok, amit akarok. Senkinek nincs joga beleszólni az életembe. De Ábrahám nem a törvényben hitt, hanem Ábrahám miben hitt? Ábrahám a kegyelemben hitt. Mert hitt az Isten ígéreteiben. És olyan ígéretekben hitt, amik nem is teljesedtek az ő életében. Volt, ami teljesedett, és volt, ami nem teljesedett. Hiszen azt olvasjuk, hogy ugye Ábrahám újongott azon, hogy megláthatja az én napomat. Hát meglátta Jézus Krisztusnak a napját Ábrahám? Nem látta meg megszületni az Úr Jézus Krisztust, de mégis hitt ebben. És hitt a kegyelemben. Hogy őt nem a cselekedetei igazítják meg. Amikor el kellett vigye Izsákot, az ő fiát feláldozni, akkor éppen erre tanította meg Isten. Hogy te nem tudsz olyat tenni, még ha a legnagyobb áldozatot is hozod meg, értem. Ha feláldozod a saját gyermekedet, a testedet tűzre vetheted, a saját gyermekedet feláldozhatod, te akkor sem tudsz olyat tenni, ami miatt én elfogadhatnálak. Ezért fogadlak el kegyelemből. És ti éppen ezt nem hiszitek, mert hogyha ezt hinnétek, akkor Ábrahám cselekedeteit tennétek, akkor rábíznátok magatokat Isten kegyelmére. Akkor az életetek nem arról szólna, hogy mit teszek én, miről szól az én életem, miről szólnak az én cselekedeteim, hanem azt kezdeném el figyelni, arra kezdenék el odafigyelni, hogy mit mond az Isten. Ismerjük azt a történetet a Bibliában, ugye, amikor Jézus elmegy a barátaihoz, Máriához és Mártához, ugye? És mi ismeritek a történetet, ugye, hogy arról szól, hogy Márta, az egyik lánytestvér, ő elkezd szorgoskodni, tenni, venni, csinálni mindent, hogy ellássa Jézust. Csodálatosan szép dolog, ugye? Mária ezzel szemben mit csinál? Leül Jézus lábaihoz, nem csinál úgymond semmit, csak figyeli Jézust. És egy adott pillanatban jön Márta, emberileg nagyon érthető felháborodása, és azt mondja, hogy hát Uram, nem látod, hogy én itt pusztulok bele a munkába? Hát nem szólnál rá az én testvéremre, hogy jöjjön már, és azt csinálja, ami a dolga. Tehát csinálja azt, ami neked, ami téged kielégít meg, ami neked a tetszésedre van. És akkor azt mondja Jézus, hogy nagyon szép, amit csinálsz, Márta, de mégis azt kell mondanom, hogy Mária a jobbik részt választotta. És ez a jobbik részt nem vétetik el tőle. Vagyis ő felismerte,
hogy az ő életének a minősége nem attól függ, hogy ő mit tesz Jézusért, hanem attól, hogy mit tesz Jézus érte. A te életed akkor fog megváltozni, az én életem akkor változott meg, amikor felismertem azt, hogy nem arról szól az életem, amit én teszek Jézusért, hanem arról szól az életem, amit Jézus tesz értem. És rengeteg hívő testvér van, aki állandóan ezért izmozik, meg ezt próbálja csinálni, hogy igen, én mindenképpen meg akarok felelni. Kinek akarsz megfelelni? Arról van szó, nem tudsz megfelelni. Nincs az a cselekedet, amire azt mondaná Isten, hogy oké, megtapsolok, jó vagy. Nincs az. Hanem csak egy cselekedet valami, ami elfogadható az, hogy rábízom magam Isten kegyelmére. És az én életem nem arról szól, amit én teszek ki Istenért, hanem amit ő tesz érettem. Nem tudom, hogy ezzel hogy állunk mi valójában. Mert két tudás nem fér meg egy csárdában, két megváltó nem fér meg egy csárdában. Vagy én vagyok az Isten, vagy én vagyok a megváltó, saját életemnek a megváltója, és akkor állandóan haragban vagyok az Istennel, hogy miért szól bele az életembe, mert én jobban tudom, mert én tudom csak, hogy mire van szükségem, meg egyebek. Vagy ő lesz az én életemnek a megváltója. És akkor ő mondja meg, ő vezet engem, ő alakít engem, és én egyszerűen csak szeretem őt. Egyszerűen csak szeretem őt. És ez a célom, hogy minél jobban szeressem őt, minél jobban megismerjem őt, nem önmagamat, hanem őt megismerni. Ez lesz az élet célom. Nem, hogy hány szabály van még, amit meg be kell, hogy tartsak, hanem, hogy őt megismerjem. És ez nem érzelmekről szól, hanem egy komoly, kemény munkáról, hogy nekem az a célom, hogy minél jobban megismerjem az igében önmagát kijelentő Istent. Ezért mondja azt Pál apostol a tesszalonikaiaknak azt, hogy a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti pedig ezért lettetek a mi követőink és az úréi, amikor a sok zaklatás ellenére a szent lélek örömével fogadtátok be az igét. És végül a harmadik érvelés, még mindig nem értik ezek a farizeusok a lényeget. Azt mondják Jézusnak, itt már szinte robban a bomba, ez a feszültség. Egyre jobban érzik, mert Jézus még nem mondta ki, hogy ki az ő atyuk, de valahol érzik azt, hogy Jézus nem azt fogja mondani, hogy Isten a ti atyátok, és akkor nagyon-nagyon nagy cirkusz lesz, ha kimeri mondani Jézus azt, hogy nem Isten az én atyám, ha kimerjük mondani azt, hogy te nem vagy hívő, te nem vagy keresztény, te nem vagy református, de ha kimerjük ezt mondani, akkor hú, valami nagyon, nagyon felrobban. És az, utoljára azt mondják Jézusnak, hogy te, hát hogy mersz te ilyet mondani nekünk? Hát te nem tudod, hogy mi nem a paráznaság fiai vagyunk? Hogy mi nem paráznaságból születtünk? És itt nem a fizikai paráznaságra gondolnak, hanem lelki paráznaságra gondolnak. Mert hogyha fizikai paráznaságra gondolnának, akkor azt mondják, hogy hát nem vagyunk paráznaságnak a fiai, mert a mi atyánk Ábrahám. Tehát nem valami más kapcsolatból születtünk, hanem abból a kapcsolatból, Ábrahámnak a kapcsolatából. De nem azt mondják, hanem azt mondják, hogy a mi atyánk az Isten. Isten a mi atyánk. Tehát, hogy mi nem azt mondják ezek a zsidók, hogy te hogy merész ezt mondani? Nem tudod, hogy milyen tiszta életünk van? Nem tudod, hogy mi vagyunk azok, akik nem csinálunk idegen isteneknek szobrokat? Nem tudod azt, hogy a mi kultuszunk milyen tiszta, a mi Isten tiszteletünk milyen tiszta? Nem tudod, hogy mennyire betartjuk a szabályokat? Mennyire betartjuk a parancsolatokat? És a farizeusok nagyon-nagyon törődtek ezzel, hogy betartsák rigorózusan a szabályokat. Nem tudjátok ezt? Nem tudod Jézus ezt rólunk, hogy milyen tiszták vagyunk? Mi nem vagyunk paráznák. És valóban, tudjátok, ez nagyon döbbenetes, hogy sokszor azt látjuk, hogy itt van egy tökéletesnek tűnő gyülekezet, igaz? Ahol működik az Isten tisztelet,
bejön a tiszteletes úr, fel van öltözve szépen, rendesen. Ha jó pazar, még palástot is vesz magára. Ugye? És ha jó pazar, még jól is viselkedik. És megy a kultusz, és megy minden a maga rendjén, akkor ha minden jól megy, akkor jó, szép református énekeket énekelünk, és a liturgia is minden maga rendjén folyik, és zajlik, és akkor azt mondjuk, hogy itt van egy tökéletes gyülekezet. Mi a probléma? Megépült a templom, rendbe jött minden, szép lett, kívül, belül, van mindenünk. Hogy messze Jézus idejön, és azt mondanátok, hogy ez nem ér egy hajítófát ez az egész. Hogy mondhatod azt, hogy nincs rendben az életünk? Hát úgy látod, hogy mi paráználkodunk? Mi nem paráznaságból születünk, egy atyánk van az Isten, és akkor azt mondja Jézus, ha az Isten volna a ti atyátok, szeretnétek engem, mert én az Istentől indultam el, és tőle jövök. Nem magamtól jöttem, hanem ő küldött el engem. Miért nem értitek az én beszédemet? Mert hallani sem bírtátok az én igémet. Vagyis azt mondja, hogy tudjátok, mi a baj veletek, fiúk? Az a baj, hogy igen, tiszták vagytok, külsőleg. Tiszta a kultusz. Rendben van téve minden, van templom, van istentisztelet, szól a harang, van éneklés, van ige hirdetés, minden működik. Csak éppenséggel nincs benne a szívetek. Itt vagytok testileg, végig nyomorgunk egy istentiszteletet, aztán megyünk haza, és nem szeretjük az Istent. Ezzel van baj. A szívetek parázna. Ugye? Az elmúlt héten mondta azt az ige hirdetünk, hogy egy helyen azzal volt baj, pár nap evangelizáció után, hogy mi van ezzel a pappal? Hogy nem veszi fel a palástot, nem? Ha miféle pap ez, hogy nem veszi fel a palástot? Hogy nincs rajta palást? És sokszor ennyi az egész. Legyen palástja, így menjen fel a szószékre, úgy jönjön le a szószékről, ilyen éneket énekeljünk, így működjék az istentisztelet, ez legyen meg, semmi eltérés ettől, ugye? És közben végig alszod az egész istentiszteletet. Nem szólít meg téged semmi ige, nem villanyozza fel a szívedet, nem lobban szerelemre, nem nyűgözi le az életedet az Istennek a szeretete, hanem fásultan, olyan rutinosan, mert jó református módon vagy itt a templomban. Tudjátok, hogy mi a legnagyobb baj, kedveseim? Tudjátok, hogy mi a legnagyobb baj, fiúk, mondja Jézus ezeknek a zsidóknak? Az a baj, hogy nem szerettek engem. Hogy a szívetek nem az enyém. Olyan, mint egy érdekházasság. Hogy összekerül a két fiatal, mert úgy kívánta az érdek, meg mit szólnak az emberek, de nem szeretik egymást. A szívük nem az egymásé. Külsőleg minden rendben van, de belül semmi sem működik jól. És tudjátok, az ige jutott eszembe ezzel kapcsolatban, ami nagyon kemény, Pál apostol a korintusi levélben írja ezt, azt mondja, hogy aki nem szereti az Úr Jézust, tudjátok, hogy folytatódik? Legyen átkozott. Aki nem szereti az Úr Jézust, az legyen átkozott. Tehát teljesen mindegy, hogy hogy működik a kultusz, hogy hányat énekelünk, hány verszakkal, hogy milyen nadrágot veszünk fel, milyen palástot húzunk magunkra. Ha nem szereted az Úr Jézust, akkor ez az egész nem ér semmit. Az Isten azt mondja, hogy inkább töröljék el a földszínéről, jöjjenek a buldózerek, nyomják el ezt a református templomot a földszínéről, mert ebben olyan emberek ülnek, akik nem szeretnek engem. És ha szeretjük az Úr Jézust, akkor bárhol lehetünk,
bármilyen környezetben, bármi lehet rajtunk, mert az Isten kedves gyermekei vagyunk. És ekkor mondja ki Jézus ezt a nagyon kemény dolgot, kifakad Jézus, azt mondja, hogy ti atyátoktól, az ördögtől származtok, és atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Ő embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Mivel pedig én az igazságot mondom, nem hisztek nekem. Ki mondja az igazságot, hogy tudjátok mi az igazság? Hogyha nem szerettek engem, hogyha az én igém nem növekedik bennetek, ha nem cselekeditek azt, amit Ábrahám cselekedett, ha nem hisztek úgy, ahogy Ábrahám hitt, ha nem mozdít előre benneteket az én igém, akkor mik vagytok? Akkor az ördögnek vagytok a gyermekei. Jegyezzük meg, ez a két állapot létezik ebben a világban. Vagy az Istennek a gyermeke vagyok, vagy ha nem vagyok az Istennek gyermek, akkor az ördögnek a gyermeke vagyok. Nincs az, hogy én árva vagyok, vagy nem tudom, milyen állapotnak nevezzem ezt. Semleges vagyok, én nem tartozom egyik családhoz sem. Vagy az Isten családjához tartozol, és szereted az Istent, és ragaszkodsz hozzá, és mindent annak rendelsz alá, amit ő mond, vagy nem szereted az Istent, és akkor az ördögé vagy. Akkor az ördögé vagy. Éppen ezért a nagy kérdés az, hogy kihez tartozol. És ezzel záruljon ez a bűnbáti hét, és gondolkozunk el azon, hogy vasárnap meg fogunk állni az Isten előtt. Itt az úrasztalánál. És az Isten őszintességet akar hallani tőlünk, és nagyon nagy kérdés az, hogy hogy jövünk ide, mit hozunk ide, mit fogunk mondani. A mi atyánk Ábrahám. Mi Ábrahám utódai vagyunk. Mi nem vagyunk paráznaság gyermekei, egy atyánk van az Isten. Milyen mentséget hozol magad mellett? Hogy állsz ide Isten előtt? És ki mit tudsz mondani, kihez tartozol? Jézus a feltámadása után, akkor megjelent a tanítványoknak a genezáreti tenger partján, akkor ugye az első kérdése az volt Pétertől. Mi volt? Nem az volt, hogy voltál a templomban, Péter? Hanem az volt a kérdése, hogy szeretsz-e engem? Annak ellenére, hogy megtagadta, hogy elárulta őt, hogy olyan fertelmesen viselkedett, Jézus tudta azt, hogy Péter szereti őt. És ezért fogadta ő Pétert el. Legyen az az imádságunk ma este, hogy munkálja ki bennünk ezt a szeretetet az Isten, és rombolja le a hamis biztonságtudatunkat. Egyébként mindegyikünknek szükségünk van a biztonságérzetre. Biztonságérzet nélkül nincs élet. Ha nem érezzük magunkat biztonságban, akkor előbb-utóbb elpusztulunk. Valamiben bele kell kapaszkodjunk. Az Isten könyörüljön meg rajtunk, hogy ne önmagunkba kapaszkodjunk, ne a családi örökségünkbe, ne valamilyen emberi próbálkozásba kapaszkodjunk bele, hanem egyedül Jézus Krisztusba kapaszkodjunk. És az legyen fontos, amit ő tesz értünk, és erre helyezzük rá az egész életünket, és engedjük meg, hogy az ő igéje növekedjen bennünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Bátorítalak benneteket a hangos megszólalásra. Azért
Azért, hogy egy alkalmas
Amen. Drága Urunk, köszönjük neked a te szerető jelenlétedet, a te kemény szeretetedet is. Köszönjük, hogy igét szólt hozzánk ezen a héten. Köszönjük, hogy nyitogattad előttünk ennek a nehéz ige szakasznak az értelmét is. És köszönjük, hogy az megértés is kegyelemből van, nem a mi érdemünk, hiszen láthattuk ebben a történetben is azt, hogy bármennyire is érthetően szóltál ezekhez a farizeusokhoz, ezekhez az önigazult emberekhez, nem értették meg, mert nem ugyanazt a nyelvet beszélték, amit te beszéltél. És sokszor ezért nem értjük a te szavadat, mert nem ugyanazt a nyelvet beszéljük, mert nem tanultuk meg tőled a szeretetnek a nyelvét, és nem egy az atyánk. Ezért hadd hozzuk eléd kereszténynek nevezett egyházunkat, hadd hozzuk eléd gyülekezetünket, gyülekezet vergődését is, és hadd tegyük le ismét a te kezedbe minden egyes embernek az életét, és hadd lássuk meg, hogy valóban minden kegyelemből van, és hadd kérjünk arra, hogy sokaknak a szívében ébresz hitet. És arra is kérünk téged, Urunk, hogy a hamis biztonság tudatunkat azt törd össze, mindazt, amiben nincs megtartatás, és mégis kapaszkodunk, azt vedd el tőlünk. És az, hogy csak is egy dologba tudjunk mi kapaszkodni, a te Jézus Krisztusban bemutatott áldozatodba, a Golgotai keresztbe, mert ez a kereszt, ami üdvösségünk alapja, ez a kereszt, ami megtartatásunk. És az, hogy mindannyian erre tudjunk hivatkozni, akik meg fogunk állni előtted vasárnap, itt az Úrasztal előtt, hogy mi beléd kapaszkodunk, te régi kereszt, és elhisszük, hogy nincsen üdvösség senki másban, és nem adatott a földön az ég alatt más név, amely által üdvözölnünk lehetne, csak is az Úr Jézus Krisztus neve. Urunk, taníts bennünket tehát hinni és szeretni téged, és engedelmeskedni neked, mert a hit engedelmesség nélkül nem üdvözítő hit. Köszönjük neked, Urunk, hogy itt voltál ezen a pár napon, hogy részt vettél életünkben, és tanítottál bennünket, és hogy velünk maradsz minden napon a világ végezetéig azokkal, akik hisznek benned és szeretnek téged. Köszönjük ezt neked, Urunk. Áldott légy ezért. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. A mi Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme, Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Ámen. Drága testvérek, örülök, hogy ezt a pár napot együtt tölthettük, pár estét együtt tölthettük Isten jelenlétében. Kérlek, hogy imádkozzatok a vasárnapi alkalomért is, az a bőtfő vasárnapi együttlétért. Imádkozzatok értem a készülésemért, és hogy valóban Isten igéje szólni tudjon hozzánk, nekünk nyitott szívünk legyen ő előtte, megfelelő alázatban legyünk együtt. És ami a legfontosabb, szeressük az Úr Jézust.
Ez legyen a legfontosabb. És akkor úgy állhatunk meg ő előtt, az Úr asztal előtt is, hogy ez az alapja ennek, és nem hozunk semmit, csak a bűneinket, a nyomorúságainkat, és minden, ami miatt elfogadhatóvá válik az életünk, az nem belőlünk származik, hanem belőle származik, az ő áldozatából. Így jöjjünk majd vasárnap is, délelőtt 11 órakor az együttlétre, és az úrasztali közösségben is így részesüljünk, ezt kívánom. Vasárnap délután majd ifjúsági istentiszteletünk lesz, kérlek, hogy ezért is imádkozzatok, hordozzátok Isten előtt ezt, hogy áldott legyen az alkalom, és sok fiatalnak a szíve forrósodjon fel, és sokan váljanak Jézus Krisztus őszinte tanítványaival, fiatalok közül is. Záró éneket fogunk énekelni, a 389. számú énekünket. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt, így kezdődik a 389. énekünk. Az első 4 versét helyeinken maradva, majd az 5. versét helyeinkről felállva fogjuk énekelni.